ugye, de most én most... Régóta készülök erre a beszélgetésre, és azt gondoltam, hogy most jött el az ideje. Úgy lenne, hogy elájulj. Én most elég tűrtem. Én most elég igyekeztem elviselni a ti döntéseteket, de most elég. Elég öreg lány vagyok már, hogy ne kelljen tovább albérletben lakni. Ott van a nagypapa háza, amit ti mostanáig kiadtatok, és most is éltek belőle, de ez az én örökségem. Édesanyám, az az én örökségem, az engem illet. Ha én beköltözhetnék a nagyapám házába, akkor végre nem kéne albérletben laknom. A Zsuzsi oda költözne velem, együtt élhetnénk, még akkor is, ha ez nektek nem tetszik. A nagyapámat ez már nem fogja érdekelni, hiszen már meghalt. Nektek le kéne mondani a házról és annak a bevételéről. Kérlek, tedd meg, én vagyok az egyetlen gyereked. Öreg vagyok már ahhoz, hogy albérletben kelljen laknom. Miattatok. Ezért jöttél. Igen, ezért jöttem. Össze akarunk költözni a Zsuzsival, és szeretném élni a felnőtt életemet. És ezt nem tudom albérletről albérletre gerni, annyira megalázó, hogy nem tudom elmondani. Nem akartam pénzt kérni, nem akartam az örökségemet kérni, eddig meg tudtam oldani. Sajnálom, én ezt az életet választottam, így élek. Érted, hogy neked nem tetszik? Nem. Mi nem? Ez nem úgy van, hogy nekem nem tetszik, hanem az úgy van, hogy nagyon jól tudod, hogy az én megtartó hitem adta azt az energiát és erőt, hogy a mi életünk szép volt, értékes volt, felneveltelek. Én nem érzem azt, hogy ebbe a hitbe belefér az, hogy neked lány a társad, én úgy érzem, hogy ahogy a hitemből beszélve fogalmaztam neked akkor is, hogy neked nem nő a társad, mert te nő vagy. Csak annyit akarok mondani, hogy azt a lakást mi kiadtuk, de azt a pénzt nem vettük el, mi azt odaadtuk rászorulóknak, és mindig fájt a szívem, hogy nem te kapod. Tehát édesanyám, mert én vagyok az egyetlen gyereked, neked most nem az a legfontosabb, hogy én boldogan éljek? Még akkor is, hogyha így élek. Akkor én boldog vagyok vele. Ne fér össze a kettőt. Hogy érted? Nem. Én vagyok az egyetlen gyereked. De az a boldogság, az az ördög boldogsága. Én nem tudok mit csinálni, én éjjel-nappal imádkozom, érted? Beleszakad a szívem. Segítséget kértem Istentől, még mielőtt jöttél, egy csodát találsz. De ne az Istentől kérjél segítséget, könyörgöm. Hát közben én elpusztulok, hogy ócskábbnál ócskább helyeken kell laknom, miközben ott a nagyapám háza. Állj ellen. Minek? Állj ellen, és lesz erőd. Hagyj mustárban, hogy hited van. Erőd lesz, és ki tudsz ebből jönni. Ott lesz. Én nem akarok ebből kijönni. Én a Zsuzsit szeretem. Őt, miért nem örülsz neki, hogy a Zsuzsit szeretem, és a Zsuzsi szeret engem, és mi boldogan élünk együtt? Ez egy felnőtt kapcsolat. Nem, két felnőtt ember. Térj vissza a hitbe. De van hitem, csak egy másfajta hit. A sötét oldal a hit. Nem, ez nekem kell, tehát én megszakad a szívem, és tudom, hogy nem, de a szereteted irántam nem fontosabb. Ennél jobban nem tudnak szeretni. Tehát a jó Isten jobban szereted, mint engem? Ő általa szeretlek. Ez egy felfoghatatlan dolog. Te az anyám, hogy én nem szerethetlek téged, mert te eltaszítasz engem magadtól. Én hívlak magamhoz. Így? Ahogy Jézus is hív. Csak engedd a hívásnak, és megváltozik az életed, és nyugalomra lesz. Édesanyám, az olyan életszerűtlen. Hát látod, itt vagyunk, itt ülünk együtt. Élhetnénk boldogan azért, találkozhatnál Zsuzsival, talán te is szeretnéd. Tisztelem őt, mint embert nem ismerem, de ezt ne várt tőlem. De miért nem tiszteled a mi kapcsolatunkat? A mi szeretetünket? Hogy nincs? De hogy is nincs? Nem tudom. Évek óta van. Együtt élek vele. Több mint 10 éve élek együtt vele. Mindenemet megosztom vele. Nem tudunk együtt menni ebben. Nem tudunk együtt menni ebben. Megszakad a szívem. Én mindig ott leszek neked. Tehát, ha az utcára kerülök, mert nem tudom finanszírozni tovább az életemet, te el fogsz mellettem menni. Maximum odaadoksz egy
200 forintot. Imádkozni fogok érte. Azt hiszem, nincs miről beszélnünk. Hiszek benned.